A Magyar Agrárium hajdani vezetői 1949-ben kezdtek kertészeti kutatásba, ezzel egy időben pedig az ország több pontján jöttek létre gyümölcstermesztéssel foglalkozó kutatóállomások. Vidéken jelenleg 4 ilyen intézet működik a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ égisze alatt. Cegléden, Érden, Fertődön és Újfehértón már 70 éve azon dolgoznak a szakemberek, hogy minél több és minél jobb minőségű gyümölcs kerüljön ki a piacra. Az Újfehértó nevével összeforrott újfehértói fürtös megy, szintén jubileumot ül ebben az esztendőben, néhány hét múlva 50 éve, hogy megkapta az állami fajta elismerést, tehát ilyen szempontból egy másik jubileumot is ünneplünk, és igazából ez adja a legnagyobb jelentőségét az újfehértói nemesítésnek, hiszen legismertebb fajtája mégiscsak ez. De hát azért ennek a térségnek a jelentősége a gyümölcstermesztésben is, mert összességében a hazai gyümölcstermelés fele az ebből a térségből származik. Tehát nagyon fontos, hogy a nemesítés mellett a szakmai hátteret, a szaktanácsadási hátteret is tudjuk biztosítani, és ez a feladata, ez a küldetése a mai napig megmaradt az intézetnek. Az ünnepi eseményen kihangsúlyozták, noha a kutatóállomás az utóbbi évtizedekben különböző szervezeti keretek között működött, az ott dolgozó szakemberek a 70 év során mindig hasznos és előremutató munkát tudtak végezni. Újfehértó polgármestere úgy fogalmazott, a városban élők igazán magukénak érzik az intézetet. Újfehértó a kutatóállomására volt híres mindig. Egy olyan közösségi tere volt ez a régi időkben a városnak, ahol nagyon sok diák dolgozhat, ismerette meg a mezőgazdaság és az almatermesztés és a gyümölcstermesztés fortéjait. Magam is emlékszem rá, hogy kisdiák koromban, felső tagzatban, illetve középiskolás koromban a nyarainkat mindig a kutatóintézetben töltöttük, és már akkor is óriási híre volt, és ez a hír az azóta is csak öregbíti városuk jó hírnevét. Nagyon sokan járnak oda, nagyon sok fiatalnak mutatta meg azt, hogy mi a mezőgazdasági munka, és bízom benne, hogy ez így marad, és a jövőben is még inkább fejlődni fog ez az intézet. Nagy István az ünnepi tanácskozáson elmondta, az újfehértói kutatóállomásnak köszönhető az, hogy a fürtös medgy és a szabolcsi alma nem csak az országos, hanem a nemzetközi elismertségre is szert tett az elmúlt évtizedekben. Az agrárminiszter hozzátette, a gyümölcstermesztésben mindig létezik innováció, a klímafeltételek változása pedig még inkább felértékeli a kutatások fontosságát. A talajművelési módok más, az öntözésnek az igényessége egészen más. A fogyasztói igények változása, hogy lehet tárolni, feldolgozni, hűteni, milyen más egyéb terméket lehet belőle elkészíteni. Ez mind-mind nagyon gyorsan változó, új megjelenés, új igényt jelent. Azaz, ha valamikor 10-20-50 évre gondolkodtunk előre, hogy valaminek meg kell felelni, akkor azt kell mondjam, hogy most szinte évről évre változnak azok az igények, amelyeket hozni kell. Tehát nagyon tájékozottnak kell lenni, nagyon naprakésznek kell lenni nemzetközi szinten is, hiszen nem csak a magyar piacról beszélünk már, hanem nemzetközi piacról kell beszélnünk, és annak az elvárásnak kell megfelelni. Nagy István hozzátette, az innováció egyik alapfeltétele, hogy a mezőgazdaság képzett fiatal szakembereket alkalmazzon a jövőben. Az újfehértói kutatóállomás jelenleg is együttműködik a Debreceni Egyetemmel, ennek keretében pedig fiatal agrármérnök hallgatók gyakorlati képzésének is helyet ad az intézet.